Kirakodóvásár, bál, koncertek és még számos más rendezvénnyel várják az érdeklődőket az elkövetkezendő másfél hónapban a Bátaszéki Petőfi Sándor művelődési ház munkatársai. Próbáljuk a generációkat megszólítani, tehát az érdeklődésben és a korban is megpróbálunk differenciálni, illetve olyan rendezvényeket szervezni a házban, amelyek elérhetnek sok embert vagy több embert. November 9-én kedden egy bababőrzét tartunk, amelyre a kisgyermekes édesanyákat vagy akár nagyszülőket várjuk, akiknek vannak olyan holmiaik, amelyek jó állapotúak, de mondjuk fölöslegessé váltak, és szívesen eladnák, vagy nehogy Isten elcserélnék. Úgyhogy jönnek a babák és a mamák reményeink szerint, őket nem csak egy ilyen kis babapiacon, hanem emellett még gyümölcstával és babazenével is várjuk. November 12-én pénteken délután 5 órától a Művelődési Ház által indított rajzverseny eredményhirdetését tartják, és ezzel egy időben a beérkezett művekből készült kiállítást is megnyitják. A Petőfi Sándor Művelődési Ház dolgozói úgy döntöttek, hogy kiírnak egy ilyet is, illetve megpróbálkozunk újra a gyerkőcöket is, és a kreativitást becsempészni a Művelődési Ház falai közé. Úgyhogy Bella István egyik verses meséjét választottuk, ez az illusztráció verseny főszereplője. Rengeteg rajz érkezett különböző technikával, óvodásoktól, általános iskolásoktól, sőt a környékben lévő óvodákból és általános iskolákból is kaptunk rajzot, úgyhogy erre is sok szeretettel várunk mindenkit. November 13-án, 17 órától szombaton Cseh Tamás emlékes lesz itt a Művelődési Házban. Ez szintén a Dériné program keretein belül fog megvalósulni, ami azt jelenti, hogy az a legfőbb pozitívuma, amellett, hogy minőségi szórakozást biztosít a házba betérőknek, hogy ingyenes lehetőség. Ugyan ez nap este 9 órától egy jó kis retrobuli bakelit parti is várja a szórakozni vágyókat. Jövő héten pedig november 18-án, csütörtökön 18 órától egy jó hangulatú jazz estre fogjuk várni a hozzánk érkezőket. Márkus Tibor és az Equinox koncertje vár minden érdeklődőt. De hogy egy kicsikét tovább kell szaladnom, akkor elmondom, hogy 27-én Erzsébet Katalin bál lesz itt a nyugdíjasok szervezésében. November 13-án délután újra fát ültetnek a Tolnai városban, de most a legkisebbeké lesz a főszerep. A facsemetéket ugyanis Bátaszék legfiatalabb lakói kapják. December 2-án a Finucci Brothers lesz a vendégünk, szintén egy jó hangulatú jazzest keretén belül várjuk a hozzánk érkezőket. December 8-án Biszák László szekszári festőművész kiállításának a megnyitója lesz a délutáni órákban, ez is nagyon jónak ígérkezik. És talán, hogyha egy kicsikét így a december közepére szaladnék, vagy végére, el kell mondanom, vagy ki kell emelnem, hogy az adventi vásárunk és programunk az 11-én a délutáni óráktól várja a piactéren és a környéken az érdeklődőket, december 17-én pedig a Bátaszéken élő 70 éven felülieket fogjuk vendégül látni és megünnepelni egy ilyen karácsonyi ünnepély ünnepség nótaest keretén belül a sportcsarnokban. A jelenleg hatályban lévő korlátozások egyelőre csak a zenés táncos rendezvényekre vonatkoznak, ami azt jelenti, hogy a megszervezett rendezvények nagy része korlátozások nélkül látogatható.